Akár ilyen széncinegéket is megfigyelhetünk tavasszal a kertekben, a Turdus applikációval pedig segíthetjük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adatgyűjtését. De nem csak a madarakat érdemes ilyenkor figyelni, hanem a gyakoribb kétéltőeket, hüllőket, lepkéket és emlősöket is. Ha elmúlnak a tavaszi fagyok és megint részhez térnek a már felébredt állatok, akkor ugye tényleg elképesztő mennyiségben találkozhatunk velük. Most már lassan, remélhetőleg fel fognak ébredni a sünök. Ugye számukra az a fontos, hogy tartósan 10-15 fok környéké legyen, de inkább 12-15 fok környékére, vagy e fölé emelkedjen a hőmérséklet, és akkor minden berobban. Nagyon sok madár már fészkel, tehát a fekete rigók, egyes örvös galambok, széncinegék, tehát a énekes madaraink egy jelentős része már a tojásokon ül, sőt már akár a fiókák is kikelhettek. Ugyanakkor még gőzerővel folyik a madárvonulás, tehát a legjobban várt madárvonulók közé tartozó fecskéknek a töredéke érkezett még haza, nem véletlenül, hiszen ez a mostani időjárás nem alkalmas a középtávú túlélésre sem, nemhogy a költés megkezdéséhez. Ha bárki kedvet érez csatlakozni a programhoz, a nap folyamán bármikor tölthet fel adatokat, ellentétben a téli 30 perces megfigyelési időszakkal. Az applikációban először a megfigyelési területre vonatkozó adatokat kell megadni, ezt követően választhatjuk ki, hogy milyen élőlényt szeretnénk rögzíteni és jelenteni. Madarak esetében például ilyen ábrák segítenek eldönteni, mit is láttunk pontosan. Számos faj előfordulását rögzíthetjük, a grafikára kattintva pedig egy határozó is megerősítheti a beazonosítást. A tavaszi természetles ráadásul nem csak a szakembereknek fontos. Ez arról szól, hogy a szülők, nagyszülők minden nap kivennek a gyerekekkel a játszótérre. 253 métert kell gyalogolni. Az már rögtön lehet egy megfigyelési terület, amit szépen naponta föl lehet tölteni, hogy ott mit figyeltek meg. Ugye nagyon érdekes lehetőséget kínál az is, hogy az idős emberek tisztelt a kivételnek óckodnak ettől a kütyű világtól. Viszont még esetleg a írni, olvasni nem, vagy nem jól tudó unoka, meg már kütyűmágus. Akkor ez egy nagyon jó pedagógiai helyzetet teremt, ahol generációk tudnak együttműködni, mert akkor azt mondja a nagy, hogy közösen mondjuk megnézték ezt a riportot, milyen érdekes ez. És akkor azt mondja az unoka, hogy na, nagyi, csak ide mutasd csak a te lódat, és akkor szépen letölti az appot, a nagyi egyből megtudja, hogy mi az, hogy applikáció, hogy app, milyen érdekes, aztán majd esetleg kötés applikációt, meg mit, kertészkedési appokat is le fog tölteni, de mondjuk a gyerek még nem tudja, hogy mi van oda, nem tudja elolvasni. Na, akkor nagyszülő elolvas, hogy na, akkor figyelj, mit figyeljünk ott, ez egy lepke, jó, akkor kopintsunk a nappali lepke megfigyelésre. Szerinted, Béluskám, Juliskám, melyik lepke ezek közül? Hát ez mi van ide írva, nagyi? Ez a nappali pávaszem, na, akkor egyet beírunk. A tavaszi természetles június 30-áig fogadja az adatokat. Ezzel párhuzamosan fut a gólyales, és még áprilisban elindul a fecskeles is. Így bőven van miről gyűjteni az adatokat a szakembereknek, és gyönyörködni a madárbarátoknak.